Szép jó napot kívánok magam és kollégám nevében, a magam az egyenlő Horváth Oszkárral, kollégám pedig Puzsér Robert, aki itt ül velem, ez az önkényes mérvadó, egy napi rádió műsor a Jazzin, minden nap 3 órától az értetlenségeinket és az elemi kultúra iránti igényünket igyekszünk papírra vetni és onnan átimprovizálni az éterbe. Ti nektek, kedves hallgatók, mi a élményetek, amikor elhangzik az a kifejezés, hogy tengergyümölcsei? Persze van, aki szereti a tengergyümölcseit, van, aki nem szereti. Geszti Péter nem szereti a tengergyümölcseit. Én nagyon szeretem a tengergyümölcseit. De vajon nem egy arcpirító sovinizmus tengergyümölcseinek nevezni a kagylót, a garnélát, meg a kalamárit. Igen, és az egyéb ilyen kis állatkákat. Arcról nem felismerhető különböző tetemekről van ugye szó, nem igen. Gyümölcsökről abszolút nincsen szó. Hát szó nincsen gyümölcsökről, nem brutális fogyasztói sovinizmus ezeket az állatokat, ezeket tengergyümölcseinek nevezni? Hát a tengergyümölcsei az azt fejezi ki, hogy nincsen viszonyunk hozzá, nincsen relációnk, tehát olyan szinten nem érdekel minket, hogy ez most miféle, hogy elnevezzük gyümölcsöknek, tehát annyit nem adunk arra, hogy ezeket mi megesszük, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mit eszünk. Ezek állatok. Ezek különböző tengeri állatok. Nem gyümölcsök. Tehát például egy lényeges különbség a gyümölcshöz, meg a tengergyümölcsei közt a két étel közt, hogy amikor megeszed a gyümölcsöt, abban nem pusztul bele senki. A gyümölcsöt a fa kínálja neked, az tényleg a fának az ajándéka. A növény azért adja, hogy a gyümölcsben kedved lejjen, ennek révén bevidd a szervezetedbe a magot, majd amikor később majd kiüríted a szervezetedet, akkor a mag az már megfelelő trágyába ágyazva tudjon szárba szökkenni. Tehát ez egy stratégia a növény részéről, a gyümölcs. A gyümölcs az nem egy élőlény. Ellentétben a tengergyümölcseivel, amelyek nem pusztán élőlények, hanem állatok. Kisméretű állatok, ők, nem gyümölcsök. Ők, amikor a tányérodra invitálod őket, akkor otthon nem írják ki, hogy lementem gyufáért, de majd jövök. Mert nem jönnek. Figyelj, nekem két elméletem van arra, hogy miért gyümölcs. Az egyik az, hogy hát gyümölcsként egyszerűbb elfogyasztani, mint ahogy mondjuk vadhúsként, vagy őzet kevesen esznek, mert ugye volt a Bambi, meg nyulat kevesen esznek, mert volt a tapsi-hapsi, vagy hát ugye nyulat számtalan esetben mindenféle mesékben. Ez lehet az egyik oka, a másik oka pedig az lehet, hogy azért gyümölcs, mert úgy roskadozik a mennyiségüktől és sokféleségüktől az a tányér, mint a gyümölcsöket kínáló édenfáj. Ez talán ártatlanabb. Igen. És az az élményünk, hogy a tengerhez a tengergyümölcsei úgy tartozik hozzá, hogy a fához a fagyümölcse. Tehát az almafához úgy viszonyul az alma, ahogyan a tengerhez a garnéla, de ez nem igaz. Abba, hogy kieszem egy rákot onnan, abban nem pusztul bele a tenger, amin nő a rák. Igen. Ugye a tenger az egy rákfa. Igen. A tenger az egy olyan csodálatos fa, hogy mindenféle gyümölcsöt terem. Kagylót, rákot, garnélát, mindenfélét, és semmi más dolgod nincs, mint egyszerűen szüretelni. Hát és enni. A legnagyobb, hogy öntözni se kell, mert hát milyen hülyeség a tengert megöntözni. Ugyan már, ja. Kiállna ennek neki. De igazából semmit nem kell. Mindössze lehalászni. Egyszerűen így a hálóba beletolni az iszonyatos mennyiségű gyümölcsöt, és aztán azt meg csak zabálni kedvedre. Semmi más dolgod nincs vele. De ugye ez milyen arrogancia? Azért én azt gondolom, hogy az étkezésnek, meg a gasztronómiának is kell, hogy legyen kultúrája, és kell, hogy legyen etikája. A kultúrája az nem csak azt jelenti, hogy ehhez most adjunk egy kis balzsamecetet. Ez nem csak ezt jelenti. Tehát a kultúra az nem áll meg a Gordon Ramsay világánál, meg szaktudásánál. Többek között a kultúrához tartozik az, hogy egy minimális etikát mutassunk az étkezés során. Ez azt jelenti, hogy ha már elfogyasztjuk azt az ételt, legalább a méltóságát emlékezzünk hagyjuk meg a nevéről. Igen, tehát kerüljön legalább valami arra a sírfeliratra. Igen, tehát nevezzük a nevén, mert ez így olyan, mint az ismeretlen katona sírja.
Hát vagy konkrétan egy tömegsír, ugye, mert nem egy csiga fekszik ott egy oltár előtt és körülötte a család. Igen, de legalább az ismeretlen katona sírjára nem az van ráírva, hogy az ismeretlen Szabó sírja, vagy az ismeretlen buszvezető sírja. Tehát megemlékezünk róla, hogy katona. Tudjuk, hogy ő katona volt, ennyi legalább van. Tehát a tenger gyümölcsei az végtelenül arrogáns, és az a mélységes lekezelése, az a fölényesség, amivel mi gyümölcsöknek illetjük azokat a mi számunkra primitív életformákat, amiknek azért nagyon jó íze van, és a tésztához, meg a pizzán nagyon jól mutat. Te, mi van azzal a homárral, ami ugye az étterem akváriumában úszkál, és tudjuk, hogy homár, de azt önmagában fogjuk elfogyasztani, és ezért nem azt mondjuk, hogy a homárék egyik gyümölcse, azt konkrétan névvel együtt szervírozzák, tehát róla megemlékeznek, amikor elfogyasztod. De hát miért? De miért? Mert ő elég nagy, vagy egyedül akkora, van. Hát mert akkora, mint egy macska. Tehát erő vagy méret alapján elég fontos a többiek. Hát jó, hát majd tegyenek panaszt, hogyha olyan nagy problémájuk van, hogy gyümölcseinek hívjuk őket. Hát világos. Merjenek csak felszólalni. Világos, hogy azokkal a brutális nagy ollókkal azt a macska méretű állatot, azt már nem lehet arra azt mondani, hogy gyümölcs. Már még kókuszdiónak is nagy. Tehát ennyi semmiféleképpen nem lehet azt mondani rá, hogy gyümölcs. De ez a fölényesség, meg ez az arrogáns magatartás, ez millió módon és millió téren visszaköszön. Csak egy példát mondok. A Király utcában van egy hentes, és a hentes cégérén a bejárat fölött ott díszeleg egy malac. Egy olyan malac, akin hentes köpeny van, és a kezében egy bárt. Tehát mit jelez a malac a Király utcában sétálóknak? Hogy ez itt egy hentes üzlet, és a malac a hentes. A mi beleegyezésünkkel történik ez. Nem pusztán a beleegyezésünkkel. Mondja malac. A malac azt állítja, hogy mi dolgozzuk fel saját magunkat neked, kedves vásárló. Tehát itt van a malac, aki maga a hentes, és ő kikanyarít magából egy oldalast, ha éhes vagy. Olykor meg is kóstol egy-egy katonát. Igen, valószínűleg. Hát mégsem adhat rosszat, ha már jó szívvel adja. De hogy ez mennyire ízléstelen, mert legyen odaírva, hogy hentes. Tudjuk, hogy itt disznókat, marhákat, csirkéket dolgoznak fel. Tudjuk, hogy ezek az állatok belehalnak, de legalább a méltóságukat ne vegyük el. Tehát együk meg a húsukat, tápláljuk magunkat, meg az utódainkat. Ez az evolúció rendje. De legalább a méltóságát hagyjuk meg. Másik példa. Szőnyegdiszkont. A kabala állat egy mackó. És a mackó hívogat téged a szőnyegdiszkontba. Gyere, és itt találsz a bundámból szőnyeget, amelyet lehet... Kifekszem a kandalló elé, megígérem, nem mocorgok, amíg alszol. Igen, én majd fekszem a kandalló előtt, te pedig a lábadat pihentetheted rajtam, hívogat téged a medve. Tehát muszáj ezeket az állatokat megszégyeníteni, nem elég, ha elfogyasztjuk őket? Tehát szükségünk van a méltóságukra is, nem elég a mi számunkra a tápértékük, meg az ízük. Én azt gondolom, hogy ezek az állatok, ezek nem azt a funkciót látják el a teremtésben, hogy mi emberek a magunk nagyszerűségét és természet fölött álló státuszát ünnepeljük általuk és rajtuk keresztül. Úgy gondolom, hogy tisztelnünk kéne a világot, és azt gondolom, hogy az ökológiai problémáinkra is ez jelenteni a megoldást, hogyha nem ezzel az arrogáns fölényességgel állnánk hozzá a teremtett természethez. Az önkényes mérvadóban korábban a tenger gyümölcsei kifejezésről és a mögötte húzódó jelentéstartalomról beszélgettünk. Az SMS számunk 0630 2010 909. Én Horváth Oszkár vagyok, és velem Puzsér Robert van itt. A Facebookon, az önkényes mérvadó Facebook oldalán Bari Dávid küldött nekünk egy jogi definíciót a gyümölcsre, amiről én nem tudtam, hogy létezik. Megpróbálok megküzdeni ezzel az olvasó feladattal. Azt mondja, hogy... A gyümölcsök között különbséget tehetünk dolgok és jogok gyümölcsek között. Ez utóbbi szintén két részre osztható, természetes gyümölcsre, ilyenkor az ingatlan vagy ingó dologból természetes fejlődés eredményeként, vagy az ember általi rendeltetésszerű használata során származik gyümölcs. A gyümölcs, amíg el nem választják a gyümölcsöző dologtól, addig a dolog alkotó része a dolog, azt tudom, hogy jogi fogalom és egyébként csodálatos. A gyümölcs elválasztása, beszedése a gyümölcsöző dolgon fennálló tulajdonjogon alapszik. Tehát akié a tenger, az legyümölcsözheti az alkotó részeit, vagy fel.
A tulajdonos rendelkezhet úgy, de ez alapulhat bírósági ítéleten, törvényen is, hogy a hasznok szedésének jogát másnak átengedi, és ezért ellenértéket kap. Ez lehet a halászati jog. Igaz? Tehát ha én azt a jogot átruházom, vagy felruházhatok vele valakit, nyilván enyém a tenger és minden gyümölcse. Mit mondanak az SMS írók a gyümölcsre, a méhem gyümölcsére valaki? A gyermek a méh táplálta termés, vagyis a méhem gyümölcse. A rák, kagyló, stb. Például mind, ezek mind tengertáplálta élőlények, vagyis a tenger gyümölcsei. Tehát aki táplálja, annak a gyümölcse. De ez megint ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy a tenger attól nem hal meg, hogy leszedem a gyümölcseit. De most attól, hogy te táplálod a gyerekedet, attól most az a te gyümölcsöd lesz? Komolyan akarjuk ezt? Figyelj, a gyereked az tényleg a tovább szaporodásodnak és a DNS-et tovább örökítésének a húsa. Na várjunk, az már nem gyümölcs, az maximum a spermiumok, amikor kilövelnek, akkor nevezheted gyümölcsnek, amikor az már egy gyerek, akkor az már egy kis fa, ami nő, az már egy másik élőlény, az már nem gyümölcs. Na, tehát tudom, hogy nem túl ízléses a spermát gyümölcsnek hívni, de hát az viszonyul az emberhez úgy, mint a gyümölcs. Néha különböző tengergyümölcsei variációba keveredik azért egy-két különböző ikra és haltej. Na íme, a jó példa. Na most, ki a tenger? Meg a tojás, meg a tej, meg így bármi. Tehát, hogy azért fogom a fejem, hogy mi mindent megeszik az ember. Mit megeszünk, igen. Szóval, hogy ki a tenger? Ez itt a fontos kérdés, mert aki a tenger, az nevezheti a gyümölcsének. Na most, ha valaki a tenger, akkor az nyilvánvalóan meg is büntetheti a tengert. Ilyen volt Néró. Nem tudom, hogy erről megkorbácsoltatta? Igen, egyébként Xerxész is megkorbácsoltatta, tehát ez több despota is gondolta úgy, hogy ő megkorbácsoltatja a tengert, mert az ő hajóhada elsüllyedt, tehát, mert hogy vihar volt, tehát ő megbünteti a tengert, és kirendelt valami több tízezer ilyen hóhért, meg ilyen legkeményebb ilyen ítéletvégrehajtókat, és több tízezren korbácsolták a tengert. Hajdú. Igen. Aztán Caligula megcsinálta azt is, hogy kihajózott a tengerre, és begyűjtötte a tenger, kvázi tenger gyümölcseit, hát mindenféle kagylóhéjakat, meg rákokat, meg mindenféle ilyen kvázi a tenger gyümölcseit, és azt kihurcolta a partra, mint hadisarcot, azt fölpakoltatta ezekre a kocsikra, és bevonult velük Rómába, és áthajtott a diadalívek alatt, jelezve, hogy ő megtámadta a tengert, és ezt a hadisarcot zsákmányolta a tengertől. Győzött, és visszatért a zsákmánnyal. És Róma népe ünnepelte Caligulát, aki a hadisarcot megszerezte a tengertől, és dicsőségben visszatért. Parádés. És mit szólt ez a közös képviselő Poszeidon Gábor? Poszeidon Gábor akkor egy időre csöndben maradt, majd újra aktivizálta magát. Vagy a rómaiaknál mi volt, vagy ki volt a tenger istenség megfelelője? Nem Poszeidon volt, nem Poszeidon volt, mert hogy ő görög, azért. Ugye? Hanem Neptun volt, hogyha jól emlékszem. Jó, hát ő már talán inkább az egyetemi informatikai rendszerből ismerős a legtöbbeknek. Arról szeretnénk beszélgetni, hogy megváltozott az elmúlt 20-30 évben a kívánság műsor fogalma. Amúgy sem értünk egyet ezzel, de gondoljatok bele abba, hogy mondjuk a Magyar Rádió kívánság műsor 2-től 5-ig című műsorában ugye a borítékra ne felejtsétek el ráírni, hogy hangos képrejtvény, Magyar Rádió 1810. Ott konkrétan azt küldted be kívánságként, amit hallani szeretnél, egy éneket, egy dalt, egy valamilyen mást, előadást, ugye? Mi mást, mint Vangelisztől a paradicsom meghódítását. Ezt ugye? Mindenképpen fordítsuk le, esetleg írjunk hozzá szöveget, ahogy igen, az a legjobb, hogy Kovács Kati. Jó, hát azt mondjuk nem ajánlanám. Speciál ezt, ha szabad állást foglalnom az ügyben. Most ehhez képest, hogyha ma bekapcsolsz egy nagyobb kereskedelmi rádiót, és kívánság műsor zajlik, ami ugye mindent ver, hiszen az sokkal jobb, mint egy, mondjuk egy ilyen beszélgetős műsor, ott a következő történik, már eszükbe sem jut a hallgatóknak kívánni és hozzátenni, hogy mit szeretnének, most már nem dalt kívánnak, hanem minden jót.
Tehát, hogy azt kívánják, hogy boldog születésnapot kívánok valakinek. Tehát nem azt kívánják, hogy adják le Britney Spears-től a valamelyik számot, hanem hogy a Britney Spears-nek kellemes névnapot kívánok. Tehát, mert eszükbe nem jut beleszólni a műsor szerkesztésébe, egyszerűen leszoktatták őket erről. És az utolsó mencsvára ennek, már ha szabad mencsvárnak hívnom, mert egyébként fogom a fejem ettől is, az az Önök Érték című műsor és intézménye, ahol még azért mai napig hozzáteszik, hogy konkrétan mit szeretnének kérni Aracki Lászlótól, vagy kiszavaljon el valamit. Itt jegyezném meg, hogy látogassátok esetleg meg az önökkérték.boldal.hu kiváló weboldalt, ahol önökkérték kéréseket generál az oldal véletlenszerűen. Az a kérdés, hogy vajon attól, hogy a kívánság műsorban már nem szabad kívánni, attól elmúltak a sötét idők, a kulturális nívó elkezdett emelkedni valamennyire attól, hogy a rádióban határozzák meg, hogy most itt mit kíván a magyar nemzet, nem pedig az egyszeri rádióhallgató, tehát eltűntek a magyar nóták? Vagy Csongrádi Katától a millió rózsaszál, az most már nem kerül terítékre? Változott bármit a helyzet ettől? A nagy kereskedelmi rádiókban fel sem merül, hogy Csongrádi Kata ugyanakkor az Önök Értékben, ahol a szerkesztés joga még mindig a nézőjé, ott viszont tényleg Csongrádi Katát kérik. Hát ez a nagyon súlyos, hogyha belegondolsz, hogy lehet az, ezt felismerve, meg ezt érzékelve, hogy ez az ország hol tart, ez az én számomra érthetetlen, hogy újra, meg újra, meg újra tök ugyanazok a kérések merülnek fel. Tehát, hogy vagy magyar nótát kérnek, vagy bohózatot, vagy Csongrádi Katától a millió rózsaszálat. És nincs semmi több. Tehát, hogy valóban egy ilyen országban élek, ahol azok az emberek, akik kívánnak, azok csak kizárólag a bohózatot és a magyar nótát bírják kívánni. Meg Vangelisztől a paradicsom, meg kódítás. Hát ennyi a kívánsága a magyar embereknek. Jó napot kívánok, látom, ön is vonul. Mit szeretne látni, hallani a mai műsorban este? Én nagyon szeretném, egy jó kis nevetéssel szeretném összekötni, ha lehetne kérni. A feleségem, a Markos Nádas Zsoltal, a Józsi hol van? Józsi, hol van? Józsi, hol van? Szóval ezt fogja kérni, ezt ugye? A feleségem is ezt kérte, az unokaöcsém, az egész család, a brigádból is mindenki ezt kérte. Igen, ezt kértem. Lehetne. De nem ezt beszéltük meg. De én, ha lehetne, nem, Markos nem, Nádas, maga Józsi, nem ezt kéri. Hol van Józsi? Maga nem ezt kéri. A Markos Nádas. De nem, maga nem ezt fogja, mit a... fog kérni? Markos Nádas. Nem a Markos Nádas. Szeret... Mit fog kérni? Jaj, dög! Mit kérsz, a szemét? Szeretnék nevetni. Nem ezt beszéltük meg, mondd meg, hogy mit kérni, a szemét? Mit kérsz? Megfulladok. Mit kérsz? Levegőt. József Attila versét előadja Kálai Ferenc. Jó, hát azt hiszem, hogy talán ez itt az igazság. Na, sok valami, esetben. Valami ilyesmi állhat. Ugye a Markos Nádas duó, Markos György és Nádas György duójának korábbi felvételéből hallottunk részletet. Hát igen, de valószínűleg nem tévednek nagyot, hogyha azt gondolják, hogy a kívánság műsor mögött általában egy nagyon erős szerkesztői koncepció van, és azokat kérdezik meg, akiknek a kívánságát teljesíteni tudják, és szívesen teljesítik. És egyáltalán úgy kalibrálják a saját hallgató táborukat, hogy ez a kívánság, ez nekik fog szólni. Ők nem egy ember kívánságát akarják teljesíteni, ez teljesen nyilvánvaló. Ők tízezrekkel, százezrekkel akarnak kommunikálni, ezért, hogyha olyasmit kérsz, ami a speciálisan a te jó ízlésednek megfelel, bármennyire is jó az ízlésed, sőt, minél jobb az ízlésed, annál kevésbé fogják teljesíteni. Értelemszerű, hiszen ők a rossz ízlésű bunkó tömegek kielégítéséből élnek, és azáltal működnek, ezért nekik nem érdekük, hogy te a Józsi hol vagy, Józsi hol vagy. Milyen opció, ilyen taktikai opciói vannak a szerkesztőnek? Ugye ő azt az öt számot szeretné leadni most, vagy azt csinálja, hogy mindenkire rászól, hogy csak onnantól mond, hogy Marika néninek házassági évfordulója alkalmából a parókia teljes személyzete nevében a legjobbakat kívánjuk, és nem mond hozzá, hogy mit kérsz, azt oda tesszük. Vagy sokkal nagyobb merítést csinál, megbeszél 100 emberrel, hát ha látsz közte olyan, aki pont azt az ötöt kéri, de ki tudja, hogy azok meg milyen kívánságot mondanak, és hogyan beszélnek, és
és be akarjuk-e őket mutatni a tévében, rádióban. De mi értéke van a kívánságműsornak manapság, amikor minden fönt van a neten? Gyakorlatilag a Csongrádi Kata millió rózsaszáljától két kattintásnyira vagy, bármelyik pillanatban. Mert tulajdonképpen szinte bármelyik bohózattól két kattintásnyira vagy, és valójában nem ezt az élményt adja meg a kívánságműsor, hanem azt, hogy jót kívánhatsz. Nem, hogy te bekerültél a médiába. Na igen, benne hogy te, vagyok a tévében. Hogy te ott vagy az Uber térben, hogy te a Parnasszusra, ha nem is te, de legalább a te kívánságod, meg a jó kívánságod a rokonaidnak, az bekerült, hogy a tévében, ott fönt a hatalmas tévében elhangzott az, hogy Klárikának 47. születésnapjára Gödöllőre. Ha ez elhangzott, ez egy akkora élmény valójában, nem a millió rózsaszál az, amire szükségünk van, meg nem a magyar nóta. Hát fellélegez Ilonka néni Ottavában, hogy azért most akkor tényleg milliók kívánnak neki boldog névnapot, nem csak a unokatestvére. Nem, hát itt arról van szó, hogy te azt akarod megélni, hogy vagy elég fontos, hogy a hatalmas média egyetlen pillanatra, hát ez a 15 másodperc hírnév. Igen, tehát igen. A 15 perc hírnévnek a sokszorosan ott ül az egész család, státusza. Nézzük VHS-re, szalagra rögzítjük az eseményt. Igen, de igen. Azt hatalmas... képzel, de hogyha be akarsz dobni egy levelet egy első emeleti ablakban, akkor azt egy kőre csomagolod és gumizod rá. Hogyha azt akarod, hogy Ilonka néni Ottavában hallja a jó kívánságodat, akkor egy borzasztó számot kell kérned, ami tömegízlés és le fogják adni, mert ha nem a Millió Rózsaszál című egyébként remek slágerhez csomagolod hozzá a leveled, az nem fog elrepülni az első emeleti ablakig, hanem a cipőd orrán fog landolni. Jó, igen, valószínűleg arról van szó, hogy olyan, tényleg olyan kívánság kell, amit a tömegízlés a vállára vesz, és a sötét, rossz ízlésű emberi százezrek, azok örömmel és élvezettel juttatják el Ottavába Klári néninek. Valójában erről szól az egész tembásról. Mindenkinek a legjobbakat kívánjuk, és küldjük szeretettel. A priceless kívánság, minden idők talán legszellemesebb kívánsága. Eric Claptontól kérném a kokaint mindenkinek, aki szereti. Ez gondolom ismerős. Ez elhangzott valahol? Nem, ez de elhangozhatna. Mit. Akár elhangozhatna. Valami jó kis pörgős számot kérnék mindenkinek, aki szereti, írja a kedves SMS író, és mi már teljesítettük is. Ha beolvassátok az SMS-t, már az is 15 másodperc hírnév. És mi boldogan meséljük itthon. Képzeld, Nyuszkó, a puzsérék engem is a szájukra vettek. A múltkor beszéltünk arról, hogy mik a világ legjobb érzései, tudod sícipőt levenni, meg pattogatós fóliát nyomogatni, és akkor írta egy SMS-ező, hogy és hát az, amikor írsz egy SMS-t egy műsorba, és beolvassák. Igen. És beolvastuk. Igen. Jó, nem, ez biztos, hogy jó érzés, de ez még felemelőbb, hogyha még hozzá is teszel valamit a műsorhoz. Tehát ha nem pusztán annyit küldesz, hogy hát még ha beolvasnád az SMS-emet, hülye gyerek, az még milyen jó lenne. Na, ennél akár többet. Nagyon jók vagytok, sziasztok. Igen. Amiért hálásak vagyunk. Csak... A műsor a király. Enter. Az entert nem kell odaírni. Ugye, amikor voki-tokizol, akkor azt, hogy azt nem neked kell mondani a végén, hanem azt magától csinálja. Erre nagyon figyeljetek oda legközelebb. Arra vagyunk kíváncsiak, mert még nem láttunk ilyet, és hát ha valaki tud ebben segíteni, hogy egy kaméleon ugye képes felvenni azt a színvilágot, vagy azt a mintázatot, amely előtt éppen elhelyezkedik. Gondolom, hogy van egy szkenner az egyik oldalán, és egy printer a másikon. De ezt valahogy megoldja. Nem másodpercek alatt természetesen, de viszonylag gyorsan felveszi a környezet színét. De mi van akkor, ha elhalálozik Mr. Kaméleon István, és milyen kép maradt kinn a kaméleonon utoljára? Tehát ha valaki kaméleon szerelő esetleg, akkor nyugodtan írjon nekünk a 0630-2010-909-re. Mi történik? Tehát amikor meghal, akkor azok a sejtjei, vagy azok a bőrcellák, azok alapállapotra állnak vissza, és akkor van valami alapkaméleon, amikor veszel egy új kaméleont, és még rajta van a fólia, és leszeded, akkor olyan színű, és akkor, arra áll vissza. Akkor fólia színű. Fólia átlátszó lesz? Hát akkor átlátszó a kaméleon, hogyha átlátszó dologba csomagolod, nem? Ja. Hát világos. Hát vagy a beleírvel azonos színű, ugye, hogy a bőre melyik oldalán lévő dologot szkennelje be és nyomtassa magára. Ugye lehet, hogy az marad rajta, ami utoljára volt, hogyha ezek ilyen nem aktív cellák, olyanok, mint az e-papír, ugye, hogy ahhoz nem kell áram, hogy mutassa, ami rajta van, csak ahhoz kell áram, hogy megváltoztasd, ami rá van nyomtatva, és utána az úgy marad örökre.
De az is lehet, hogy szürke lesz, vagy fölvesz valamilyen alapállapotot. Én egy ideig úgy gondoltam, hogy amikor a kaméleon meghal, akkor az lesz rajta, mint a tévében, amikor azt hallod, hogy azok a hangyák, ahogy a hangyák, igen, fehér zajnak hívják egyébként, de hogy a fehér és fekete kis pöttyök, amik szaladgálnak, ugye elmegy a kép a kaméleontól, és akkor aki kaméleon orvos, az ilyenkor benne felmerül a megoldásnak a lehetősége. Először csak így oldalról megütögeti a kaméleont, mert legtöbbször csak ennyi a probléma, lehet, hogy csak kihúzódott valami, vagy elkezd a szoba antennával balettozni, és hogy ha hát ez nem sikerül, akkor így ránéz az órájára, és azt mondja, hogy 15 óra 13 perc, beállt a halál. És hát az utolsó tippem az konkrétan, ha egy ilyen médiumon az, hogy ha elszáll a lélek a kis állatból, akkor egy monoszkóp jelenik meg rajta, és ott van, hogy Szabadságtér 17 az alján. De akár megjelenhet a saját EKG-je is. És akkor már csak egy csíkot húz. Javítási üzemmód, mint a Terminátornál? Nem? Amikor már nagyon legyepálták a Schwarzeneggert, akkor egyszer csak elkezdte magát meggyógyítani. Igaz? Igen, volt egy ilyen töredezettségmentesítés és vírusírtás szerűség volt beleépítve, és lehet, hogy akkor a kaméleonnak kijönnek az ilyen képi radiológiai különböző megoldások. Hát elméletileg igen. Elméletileg igen. Na jó, hát nagyon jó kérdés, és továbbra is kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik a kaméleonnal akkor, amikor meghal. Tud-e alkalmazkodni, vagy persze ez is egy jó kérdés, hogy van evolúciós haszna annak, kellene hogyha... Kellene kimennem? Van-e evolúciós haszna annak, hogyha a halott kaméleon alkalmazkodik a környezetének a színéhez, vagy felveszi a kaszásnak a színét? Tehát ennek van-e evolúciós haszna? A halott kaméleonnak már nincsen haszna abból, ha mondjuk nem fajják fel őt a dögelők. Ezt nem lehet tudni, mert vagy van, vagy nincs. Lehet, hogy neki kifejezetten előnyös, ha halál, akkor elfogyasztja valaki, és lehet, hogy hátrányos. Miért a gyümölcs? Az ő fajtársaihoz képest mondjuk, ha aznap evett egy nála nagyobb ragadozó kaméleont, és ha ő már úgy is meghalt, akkor vegye észre és egye meg őt, és akkor egy hétig nem kívánja, mert kettől brassói teszik meg tojáslevest, meg nem tudom mit, és majd csak egy hét múlva kíván legközelebb kaméleont, nem mintha a vadállatok ilyen szofisztikáltan finnyáznának az eléjük halt különböző tetemek láttán. Azt írja, talán azért dögevők, mert nem finnyások. Más is mondok. Ők egyébként a köztisztasági vállalat a természetben, valójában. Uh-huh. Ők hordják el a szemetet. Azt írja, kedves hallgató, szellemkép. Vázi szellemkép jelenik meg a kaméleonon? Tehát egy kaméleon, de kicsit eltolva lefelé és jobbra? Az a szellemkép, nem? Uh-huh. Amikor két tévében mondó van. Igen. Szellemkép legtöbbször tévében mondó közben szokott jönni valami. Azt írja a kedves SMS író, ha meghal a kaméleon, lepereg a bőrén az élete. Na ezt például nem jutott eszembe. Egy egész kaméleon sztori. Aha. Ja. Még amikor a Boy George-al bulisztak, igaz? A Karma Kaméleon klubban. Szép emlékek. Ja. Azt mondják, vagy ez egy ilyen mendemonda, vagy én tőlem igaz is lehet, hogy a pupilládon ott marad a kép, amit utoljára látta. Persze ez ilyen sci-fikben szokott lenni, hogy akkor abból így megállapítják, hogy ki volt a gyilkos. Ja. De van egy ilyen téma, egy urban legendként, vagy egy elméletként, vagy akárhogy, de most a kaméleonnál ez működhet. Tehát én azt vagyok hajlamos elhinni legkönnyebben, hogy a kaméleonnak azt a színt megtartani, amin éppen van, amire be van állítva, az nem kerül már utána több energiába. És akkor úgy marad, ha meghal. De ha neki folyamatos égetés és erőfeszítés, hogy zöld maradjon itt, és piros maradjon az övénél, és nem tudom mi, övénél, akkor bizony a halála után egyszer csak bezöldül, vagy beszürkül, vagy azt se tudjuk, milyen színű. Igen, ez is jó kérdés. Azért zöld, mert születéskor az a kórházi csempe szín. Ugye? Hát rögtön fölveszi a nőgyógyászat falának a színét. De az a kérdés, hogy a halála után, amikor elveszti a színét, akkor én úgy gondolom, legalábbis én úgy képzelem, hogy neki ki kell fakulnia, tehát ki kell halványodnia. Abba biztosak lehetünk, hogy az élénkebb színeket előállítani a kaméleonnak, az több energiába kerül, mint a tompább színeket. Gyakorlatilag, amikor őszül a kaméleon idősebb korában, akkor már csak ilyen pasztelalkotásokat tud
Igen. Nagyon, igen. Nagyon vivid, élénk pikászókat és munkácsikat nem tud összehozni. A kék korszakon a fiatal éveiben túlesik, és aztán később már csak egy, az ilyen nagyon, nagyon paszteles csendéleteket. Elmondom, hogy hogy fog akkor kinézni, mint az ilyen tengerparti nyaralóhelyeken a fényképes étlap lelaminálva kinn a kockás abroszon, amit a nap egész szezonban szív, és eltűnik belőle a sárga, és akkor már nem úgy néz ki a Wiener Schnitzel és a banana split, mint ahogy a szezon elején. Sziasztok, Zsuzsi vagyok Cseperről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastag Csabától. Szia, Robi vagyok a 11. kerületből, és azt szeretném kérni, hogy menj egy kicsit messzebb a rádiótól. Még messzebb. Még egy kicsit. Még egy kicsit messzebb. Még messzebb. Még. Még. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin. Kapcsolja bátran. Még. Azt írja nekünk Kristóf az önkényes mérvadó Facebookon, hogy szerinte amikor a kaméleon lekapcsol az életről, akkor az jelenik meg rajta, hogy 404-es hiba, kaméleon not found. Nincs kaméleon, nem talál. Nem, a rendszer nem találja a kaméleon. Nem található. Igen. Fölvetődik, hogy a kaméleon az vajon hogy reagál arra, legalábbis az, én erre vagyok leginkább kíváncsi, hogyha körbeveszed tükrökkel. Tehát ráállítod egy tükörre, fölé is raksz egyet, meg elé, meg mögé, meg oldalt. Hát akkor az utolsó szín, amin éppen a tükör odahelyezés előtt volt, azt egy picit így megbonyolítja. És ha elemlámpával világítod meg, vagy ha fénysebességgel megy a kaméleon, és nem tudsz kennelni. Na igen. Na igen, amikor elhagyja a saját fényét a kaméleon, akkor milyen színű a kaméleon? Semmilyen. Nem, a nagy fekete lyuk kaméleon. Ezért jó a kaméleonnak, látod, hogy nem kell ezeken gondolkodnia. Erről egy célszerszám erre. Igen. Igen. És az az igazság, hogy az evolúció viszonylag ritkán produkál olyan helyzetet, hogy mindenfelől tükrök vesznek körül téged például, vagy fénysebességgel kilő téged a rendszer. Hát egy Bruce Lee filmben mondjuk. Megfigyeltétek-e, kedves hallgatók, hogy milyen súlyos létromlásban vagyunk? Hogy kik voltak a mi idoljaink, hogy kik voltak a mi példáink a múltban, és kik ma? Kiket gyártott nekünk a rendszer régen, és kiket ma? Valaha az Olimposzt istenek lakták. És ezek az istenek voltak a magasabb hierarchiája, a hierarchiában a magasabb stádium, a státusza, ami létezés. Ők alkották a bulvársztorikat, ők azok, akiknek a legendái szájról szájra röppentek, akiknek a pórul járásából, vagy éppen pórul nem járásából tanulságot lehetett a gyermekeinknek átadni. Ezt a nevezéket, ezt mitológiának hívjuk. Ez volt a mitológia. Ők írták az örök történeteket. Az időben végtelen előzmény és kifutás nélküli, az időben végtelenül gyűrűző történet, mítoszok, azok róluk szóltak. És aztán, amikor jött a monoteizmus, az istenek alatt megrendült az Olimposz. Amikor jött az egyisten hit, akkor az istenek lezuhantak az Olimposzról, és lettek belőlük a szentek. Ugye a szentek azok már nem istenek, de az Istenhez, az isteni személyhez, ahhoz még mindig közel állnak. Az istenek azok távol estek az embertől. A szentek azok az emberi állapotból az isteni állapot felé kvázi félúton találhatók. Tehát már nem emberiek, de még nem isteniek. Az istenek státuszához képest egy létromlás, de az ember aspektusából nézve mégis egy számára elérhetetlenül magas státusz. Az istenek azok sose éltek, vagy mindig éltek, és mindig is fognak. A szentek is egy egész életet kellett, hogy az asztalra tegyenek, és haláluk után tudták biztosan azt mondani, hogy minden tettlegességükkel alkalmasak arra, hogy példaként szolgáljanak, de ehhez előbb meg kellett halni. Na jó, igen, az istenek esetében ilyesmiről nem volt szó. Aztán, amikor jött a felvilágosodás, akkor a szenteknek is megrendült a helyzete, és egy újabb leértékelődés történt, ekkor születtek meg a sztárok, a szenteknek az utódai, akik még mindig, félig meddig mondhatjuk, hogy istenemberek. Most
persze modern módon, a modern fogalmaink szerint, de azért azt gondolom, hogy Michael Jacksonról, vagy Elvisről, és még meg annyi ilyen figura van, ilyen már-már félisten, egy Brad Pittről, vagy nem tudom, ezekről a figurákról, azért elmondhatjuk, hogy magasabb szinten állnak, mint az ember, de természetesen a szenteknek a nívóját nem érik el. És aztán a neoprimitivizmus beköszöntével történt egy újabb, nagyon súlyos földcsúszamlás, és a sztároknak a státusza is megrendült, és alázuhantak, és belőlük lettek a celebek. Na most, a celebek, azok már nem egy magaslaton vannak, de még csak nem is az átlagemberrel egy szinten, hanem egy mély gödörben. Az átlagember szintje alatt, mélyen. És ők írják ma már a mitológiát, ők ma már a egykor volt istenek, későbbi szentek, és a nemrég volt sztároknak az utódai, ők azok, akiknek a történeteiből, a ma már teljesen jelentéktelen történeteiből összeáll a világunk, összeáll a halhatatlan mítoszainknak a sora és a története. Tudod, hogy mi járul ehhez jelentősen hozzá? Az, hogy egy-egy istenről el lehetett mondani egy komplett mítoszt, egy egész hosszú történetet, egy élettörténetet, és ezt mindenki meg is jegyezte, mert voltak erre 12-en, 25-en. Míg a tömegmédia az hozzájárul ahhoz, hogy annyi információhoz jussál, ami a százezerszerese ahhoz képest, amihez mondjuk 6000 éve valaki hozzájutott. Ezért te csak kis történeteket tudsz megjegyezni, akkor az meg már miért ne legyen különböző emberek kis története? És miért ne legyenek 10 millióan ezek a celebek? És miért ne legyen nyomorúságosan banális, és hétköznapi, és érdektelen, és jelentéktelen, és érvénytelen az a történet? Ugye az istenekről tudjuk, hogy az istenek azok halhatatlanok és tökéletesek voltak. Hozzájuk képest a szentekről már azt látjuk, hogy ők nem halhatatlanok és nem is tökéletesek, de emberfeletti emberek, emberfeletti státuszban vannak. A sztárokról már csak azt látjuk, hogy ők valamiben az ember egyetlen tulajdonságában fölé emelkednek, de abban az egyben olyan szinten, mint mondjuk Messi, aki jobban futballozik, mint az átlagos ember, és minden másban meg nagyon hasonló, de ez pont elég ahhoz, hogy ő egy a mai kornak az Isten embere legyen. És végül a celebek, akik már abban az egyetlen dologban, amihez kvázi állítólag értenek, abban sem tudnak semmit, amit az átlagember ne tudna. Pontosan ugyanazon a nívón állnak, mint az átlagemberek, azzal a különbséggel, hogy sokkal szégyentelenebbek, és sokkal gátlástalanabbak, és sokkal pofátlanabbul traktálják az átlagemberre a saját életüknek a banális és jelentéktelen történéseit. Kvázi műkörmösnél voltam csütörtökön, és ebből én újsághírt, és ebből én tévés riportot gyártatok magamról. XY levele a műkörmösseikhez. Igen. Na most azt kell itt látni, hogy a következő státusz az már te magad vagy, kedves hallgató, de nem te magad, az értelmes és kreatív személy, aki most hallgatod ezt a műsort, hanem a te Facebook klónod. A te Facebook és Twitter személyiség darabod, amit lehasítottál magadból, arra a célra, hogy te magad is celeb lehess, hogy te magad is celebkedhess a környezeted számára. Jelentés nélkül, teljesítmény nélkül és nívó nélkül, kulturális rang nélkül és hozzáadott érték nélkül, hivatkozva pusztán az aznapi ebédedre, egy cuki macskára, vagy valamire, ami éppen fölkeltette 3 teljes másodpercen keresztül az érzékeidet. Mint a tervezett avulás itt is felütötte volna a fejét. Ugye 15 éve egy mobiltelefon még 4-5-6 évig is üzemelt mondjuk a kezünk alatt. Pár ezer éve egy isten még az örökké valóságig elég volt. Ma egy isten már csak 3 percig tart az üzenőfalon. Igen, 3 percre szavatos egy isten. És az az igazság, hogy ez a létromlás annál súlyosabb, és az a tervezett elavulás annál bántóbb és annál ijesztőbb, minél inkább az élő ember húsára és vérére megy a játék. Amikor a telefon avul el a kezünk közt, akkor azon a fölött könnyebben elsiklunk. Amikor azt érezzük, hogy a saját személyiségünk, a saját létünk értéke az, ami folyamatosan is lépésről lépésre és évről évre veszít a maga státuszából, akkor az az érzése az embernek, hogy egy nagyon sűrű, sötét és mély spirál vezet le minket valahova, valami ismeretlen helyre, és rohadt ijesztő az a világ,
az a zombi apokalipszis, amiben az életünket éljük, és az Isten tudja, hogy hol végződik, hogy milyen sötétségbe landolunk. Ez volt már az önkényes mérvadó. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!